Kaptam a Rempéstől két fejhallgatót, egy Forte Y-t és egy Alpha X-et. Elég erőteljesen gamer fejhallgatónak vannak titulálva, tényleg kívül egyébként színes szagos, legalábbis itt, amit a dobozán látok. Hát és baromi olcsó. De tényleg nagyon durván olcsó. Úgyhogy akit érdekel ez a frankó, illetve ez a két frankó, 7.1-es füles, tényleg bagóér, nézzük meg, mit tud. Tartsatok vele! Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb tech videóban, és ahogy már itt a címben elhangzott, két fejhallgatót fogunk megnézni. Az egyik a Forte Y és az Alpha X, ezek Rampage fejhallgatók. Gamer fejhallgatónak vannak egyébként készítve, tényleg nagyon színesek, nagyon jól néznek ki, tök igényesen be is van csomagolva, hát aztán majd meglátjuk, hogy belülről ez mit mutat, remélem egyébként nem lesz csalódás. Volt már egyébként videó, meg lesz is még videó, kitettem őket csak, hogy meg tudjátok nézni, az egyik ez a Kentaur, ez is egy Rampage egér, illetve van egy Rampage Hall, mind a kettő szintén gamer egér, és hát elég jól muzsikáltak a teszten. Úgyhogy remélhetőleg ez a két felhallgató is frankó lesz, úgyhogy kezdjük is el szerintem rögtön az elsővel. Tulajdonképpen most fogom én is először kibontani. Na nézzük, kezdjük az olcsóbbal, ez egy Forte Y felhallgató, amit megnéztem, 7-8 ezer forint értékben lehet kapni a különböző boltokban. Nincs egy nagy szórás az árnak, ami egyébként tök jó hír, úgyhogy nem azon, hogy az egyik helyen 10 ezer, a másikon meg 5 ezer, meg 6 ezer, hanem körülbelül olyan 7-8 ezer forintért lehet megkapni, és még el nem felejtem, az Alpha X az egy ilyen 9-10 ezer forint környéke, úgyhogy kíváncsi leszek rá. Mind a kettő egyébként 7.1-es füles, az egy kicsivel csiribb, tehát ilyen színesebb, de hát azért ez sincsen túlságosan lemaradva. Hát árérték alányban nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, ugyanis hát elméletileg minden tud, amit tudnia kéne egy fülesnek, egy mostani fülesnek 7.1-es mikrofonja van, állítólag elég jó a hangzása is, ezt majd meg fogjuk nézni, illetve hát az anyag használata sem olyan rossz, meglátjuk, hogy ez valóban így van-e. Tulajdonképpen a dobozáról olyan sok minden nem kell elmondani, hátulján a szokásos rizsa, external 7.1, virtuál USB, Stereo Pro, eSport Sound, wow, akkor ledes dizájnja van, kényelmes, komfortos, jó anyaghasználata van, és van egy flexibilis mikrofonunk, amit majd meg fogunk nézni, tudjátok, ez nem az az összecsukható, meg kiúszható, hanem az a lefölállítható. Hát a doboza egyébként így néz ki, nem is kell ezeket túlcsicsázni, nem is szoktam egyébként olyan túl sokat beszélni erről, mert egyszerűen nem, az, nem a dobozt vesszük meg, úgyhogy abból különösebben nem tudunk levonni következtetéseket. Hát figyelj, én ezt így kiemelem így, ahogy van, gyakorlatilag ennyi. Ezt a dobozt én félre is teszem most, ha nem maragszatok, remélem, hogy nem fog benne maradni a képbe. Na nézzük akkor a... hello! Aha. Van nekünk egy cetlink, ezt is félreteszem, igazából ez sem fog nekünk kelleni. Na nézzük, van egy cetlink, amiben a garancia jegy van rajta, illetve van rajta egy kapcsolattartó, meg egy webcímot, meg tudjátok nézni. Akit egyébként érdekel, ez most számunkra gyakorlatilag teljes mértékben irreleváns. Na, első blikra akkor, jó? Hogy így megfogtam. Jó az illata. Az mindenképpen. Azért azt ne felejtsük el, hogy tényleg ilyen 7-8 ezer forint értékű fülesről beszélünk. Ám mondjuk ezt rajta fogom hagyni, mert ezt ki fogom sorsolni, de majd erről majd egy kicsivel később beszélek még ebben a videóban. Hát maga a fül része az egy ilyen műbőr párnás cucc, ami egyébként nem is rossz. Viszont nem cserélhető? Aha, cserélhető, ki tudom belőle húzni. Az mondjuk jó hír, bár nem tudom, hogy fogtok-e rá kapni cserét, valószínűleg nem. De minden esetre le lehet róla szedni, és ha találtok mondjuk ugyanakkor a méretűt, akkor ki lehet rá cserélni. Maga a váz egyébként, ez mondjuk nem is rossz. A felső része a fülesnek az egy fém rész, illetve van egy, hát ez talán még igazi bőr is, van egy ilyen fejvédő része, amit így rá tudsz majd, mindjárt rásimul a fejedre elméletileg, és állítható a mérete. Van egy fix mérete, itt a perem, ami azért relatív nagy, hogy minden ember fejére ráférjen, és van neki egy kisebb, ami eléggé rugalmas, és eléggé sokat enged, úgyhogy hát így első ránézésre szerintem még kényelmes is lesz. Aha.
Hát elég jól rámegy a fejemre, viszont amit elsőre tudok erről mondani, hogy ezt kizárólag nagyfejűek vegyék meg. De tényleg, nekem egyébként nincs kis fejem, és egy kicsit lötyög rajta. Nem igazán tudja behúzni teljes mértékben. Nem érzem 100%-osan stabilnak. Viszont barom jól fed. Szóval nem tudom, hogy ez direkt van-e így, hogy ne szorítsa a fejemet, vagy teljesen véletlenül, vagy pont az én fejemre van mintázva. Viszont nagyon jól, most lehet, hogy kicsit hangosabban is beszélek, bocsánat. A szigetelése az tényleg jól megvan oldva. Szóval amire most így hirtelen egy fülhallgatónak szüksége van, hogy azért viszonylag jól kiszigetelje a külvilágot, az egyébként nem rossz. Van nekünk egy flexibilis mikrofonunk, amit tudtok állítgatni föl meg le oldalra, hogyha esetleg nem kell. És ha minden jól megy, akkor teljesen nem tudod, de teljesen föl tudod ide hajtani, és ott is marad. Aha. Szóval, hogyha kell, akkor fogod, lehúzod, odarakod a fejedhez, ha esetleg nem kell, akkor meg fölcsatolod. Nem tudom, hogy mennyire strapabíró ez, viszont eléggé annak tűnik. Van benne egy ilyen vastag rugószerűség, ugye, ami folyamatosan ott tartja, ahova éppen mozgatod. Ez egy idő után ki szokott lazulni, viszont azért, hát azért másfél évet bírnia kell, ami egyébként teljesen várható. Tehát egy 6-7-8 ezer forintos fejhallgatótól ez ne is nagyon várjunk szerintem többet, az igazság. Viszont USB-s, ami tök jó. Na, ennek örülök, ezt mondjuk így nem is vettem hirtelen észre. És a kábele sem ez a gagyi, hanem ez a vastag kábel. Volt egy felhallgatós videóm, amivel beszélgettünk a felhallgatónak a kábeleiről, hogy miért is jó az, hogyha egy vastag felhallgatód van, ugyanis a felhallgatóknak általában eléggé hosszú a kábelük. Hogyha hosszú a kábeled, akkor mint például ez a szék, nagyon gyorsan be tud akadni mondjuk a kerékbe, körbe tud tekeredni, nekem egyébként rendszerint ide beakad a támasztékba is. Ez nem annyira hosszú, hát szerintem egy másfél méteres standard kábele van, viszont baromi vastag. És van a végén egy nehezék, ami szintén nagyon fontos, mert nekem például mindig problémám van, amikor az asztal mögé kell különböző dolgokat rakni, mindig húzogatnom kell össze-vissza, ezt fogod, lejtett, prutty, ott van, bedugod, és elméletileg működik. Be kéne dugni, és jól gondoltam, világít. Világít a vége a mikrofonnak, illetve két oldalon váltakozik a színe egyfolytában. Ez mondjuk elég dizájnos. Ez a 7-8 ezer, 9 ezer forintos kategóriában nem rossz. Tényleg nem rossz. Hát vicces, de nem nagyon néztem volna ki ebből a fejhallgatóból ezt a hangzást. Nem rossz a hangzása. Jó a mélye, a magas egy kicsit keveslem. Lehetne egy kicsit több magas benne. Viszont összességében... Igen, a mély az egy kicsit túl van szerintem tolva, túlságosan mély, de mondjuk ezt a gamer fülesekben mostanában észrevettem, hogy kicsit túlnyomják a mélyet, ez itt is így van. Ennyi pénzt megér, fogalmazunk úgy, ebben a 6-7 ezer forintos kategóriában ez a Rampage füles, ez nem a legrosszabb, nem a legjobb egyébként, azt azért hozzá kell tennem, viszont nem is a legrosszabb, láttam már ennél sokkal rosszabbat is. 7.1-es jó hangzása, tényleg ez a két dolog van, az egyik, ami szerintem viszonylag zavaró lehet, hogy tényleg kisfejűeknek nem ajánlom, mert leesik, az, hogy ez eléggé laza. Tehát nem, kéne még egy kicsit, egy kicsivel kicsibbnek kéne, hogy legyen, de azt nézem, hogy össze lehet ezt esetleg nyomni, vagy bármi, még pluszba, de nem, ez viszonylag fixen van. Viszont hangra jó. Hangra tényleg jó. Szóval amire gyártották ezt a fülest, arra egészen jó, de tényleg ez a nagy fejűek. Ez a nagy fejűek fejhallgatója. Jön a másik, amiben én megmondom őszintén bízom, ez pedig a Rampage-nek az Alpha X-e. Ez már egy kicsivel komolyabb dolog, külsőre is egyébként, meg így a párnázatában is azért látok változást. Ez is 7.1-es fejhallgató, oldalt nagyon-nagyon szépen világít. Én szeretem, megmondom őszintén, ezeket a világítós dolgokat, nem tudom, én valahogy így tetszik, de szerintem ezzel mindannyian így vagyunk, akik gamerek. A csomagolása egyébként eléggé ízléses, és árban 9-10 ezer forint értékben találtam különböző boltokban ezt a fejhallgatót. Ugyanúgy flexibilis a mikrofonja ennek is, tehát föl le tudod állítgatni, és itt már azért egy kicsivel komolyabb anyag használatról is beszélünk,
még szintén műanyag a dolog. Hát, megnézem, hogy van-e benne valami, nincs ebbe semmi a dobozon kívül. Szóval a doboza is azért egy kicsivel ilyen igényesebb próbálkozás, ami tényleg nem rossz. Ezt most félreteszem. Illetve, ahogy látom, ugyanaz a módszer, van egy standard fémvázunk, és a fémvázra van ugye ráerősítve ez, ami gyakorlatilag ráhúzza a fejedre. Oldalt, ha minden igaz, most be fogjuk dugni, aha, na, hát akkor meg is kaptuk azt, amit mi szerettünk volna. Végre valahára lent van a hangerő szabályzó. Na, csak vegyem a fölsz a fejemre, nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy nem fog lazulni. Nem. Ez jó. Ez pont jó. Itt sokkal jobban kijönnek a magas hangok is. Látszik, hogy ez egy jobb füles egyébként. Mind anyaghasználatban talán, mind hang teljesítménybe is. Valamennyivel hangosabbnak is érzem, és a magas hangok is sokkal jobban ki vannak dolgozva, mint a másik felhallgatóba. A kábelezése szövet. Végre. Itt szerintem itt már a Rampage próbált egy kicsit ilyen prémium kategória felemenni. Nyilvánvalóan ez azért még nem az. Viszont az árérték arányhoz képest szerintem ez jobban megéri. Így első blikre, mint a másik. Szép váltakozó színei vannak, ez mondjuk nekem tetszik, én szeretem ezt. Tök igényesen meg van csinálva, csinos is, és bőven-bőven belefér a füled. Tehát elég nagy kagylói vannak. Nem tudom, hogy így látjátok-e, remélem, hogy igen. De azért van egy kis különbség a kettő között. Már látjátok a párnázatát is, hogy ennek sokkal, de sokkal vastagabb a párnázata, és mintha egy kicsivel jobban rá lenne szorítva, mint mondjuk ez. Ezt nagyon lazának érzem, ez viszont már elég erőteljes, és elég erőteljesen is húzza vissza. Viszont ha jól látom, akkor ennek valami drótszerű a visszahúzója, ennek meg ilyen... Hát ennek egy laza kötél. Ugyanúgy ugye flexibilis mikrofonja van, szépen világít, oldalt szintén világítós. Ez is műbőr, ennek a belső része, a párnázatos része, viszont ez valamennyivel kidolgozottabb és talán strapabíróbbnak tűnik, mint a másiknál. Ami szintén nem olyan rossz, tehát erre nem lehet panasz egyébként a belső részére. A külső része már inkább egy ilyen jóval, de jóval műanyag hatásúbb felhallgató, mint ez. Ennél már úgy kezd derengeni ez a kidolgozottság érzése, és... az ember fölveszi, vagy így ránéz, akkor nem az jut eszébe, hogy egy műanyag darabot vesz föl a fejére, hanem egy jóval kidolgozottabb, kinézetre, drágább fejhallgatóra asszociálható terméket használunk, de szépen mondtam. Összességében egyébként ez sem rossz. Hangzásra, mint már említettem, jobb, mint a Forte Y. Mindenféleképpen. Úgyhogy, hogyha választani kéne a kettő közül, és egy kicsit össze kéne hasonlítani, hogy melyiket ajánlanám jobban, akkor én azt mondanám, hogy mindenféleképpen ezt. Alpha X. Oké? Na, skacok, ennyit szerettem volna erről a két felhallgatóról elmondani. Ígértem nektek egy nyereményjátékot, ami egy külön csomagban lesz majd benne, ahol a Rampage termékeket, mind a két felhallgatót, a két egeret is meg fogjuk nézni, és meg fogjuk nézni, ki fogom sorsolni. Úgyhogy figyeljétek a csatornát, mert nem sokára jön majd a nagy videó erről, ahol különböző termékeket fogok nem megmutatni, hanem igazából felétek sorsolásra bocsájtani. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Én azt mondom, hogy erre adok egy 10-ből az Alpha X-re egy erős 7 pontot, körülbelül, és a Forte Y-ra egy gyenge 5-öst. Úgyhogy, hát ennyit szerettem volna mondani, skacok, hogyha tetszett ez a videó, és szeretnétek még látni ilyen tech videós tartalmakat, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, kövessétek be az Instagramomat is, ami kukac.tv névre hallgat, és hát találkozunk egy legközelebbi live-on vagy egy videóban. Én Jussu voltam, sziasztok!